Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Vasárnap délután ismét programokkal folytatódott az adventi forgatag a Városháza téren. Megint sokan voltak kint. Vasárnap meggyújtották advent harmadik gyertyáját, az Öröm gyertyáját is. A rendezvényt ezúttal is színpadi produkciók színesítették. Advent harmadik vasárnapján újabb gyertyát gyújtunk az adventi koszorún. A keresztény hagyomány szerint a harmadik gyertya hit, remény, öröm és a szeretet négyese közül az örömet jelképezi, ezért ez a hagyományos adventi koszorún más színű. Az örömvasárnap liturgikus színe a rózsaszín, a harmadik az egyetlen gyertya az adventi koszorún, amely nem lila. A Városháza tére kilátogatókat Mezei Zsolt, a városüzemeltetési alpolgármester köszöntője fogadta, aki beszédében természetesen a harmadik gyertya, az öröm gyertyája jelentőségéről is beszélt. Hadd emlékezzünk arra, hogy a városunkban is számos örömforrás található. Legyen például ez egy közös karácsonyi vásár, ahol a kézművesek alkotásai örömet szereznek, vagy éppen egy szomszédok közötti baráti találkozás az utcáinkban. Dunaújváros szépsége nem csak az épített környezetben rejlik, hanem a közösségünk szívében és lelkében is. Az advent idején különösen fontos, hogy megoszthassuk az öröm pillanatait egymással. Legyen az a közös adventi koszorún lévő gyertya gyújtása a főtéren, ahol a város fényei és az ünnepi hangulat összeköti a szívünket. Az öröm nem csupán egy érzelem. Ez egy belső állapot, amelyiket választhatunk. A külvilág zajától függetlenül képesek vagyunk megtalálni az öröm forrásait az apró pillanatokban. Legyen ez egy meleg tea kortyolgatása az ablak mellett, hulló hóesés közben, vagy egy szívből jövő mosoly egy ismerős arcán, az öröm mindig ott rejtőzik a részletekben. Legyen ez a díjidőszak arról is emlékezés, hogy az öröm a közös ünneplésben és az együtt töltött pillanatokban rejlik. Gyújtsuk meg együtt a harmadik gyertyát, és teremtsük együtt emlékezetes pillanatokat, amely tovább erősíti városunk összetartozását. Áldott adventi időszakot kívánok minden dunaújvárosi lakosnak, és mindenkinek, aki itt van most velünk a téren, és reménykedjük abban, hogy az öröm és a szeretet az egész várost beborítja. Legyen boldog adventi várakozás mindenkinek! Köszönöm szépen! A színpadon köszöntőt mondott Stermecki András evangélikus lelkész is, aki az öröm fontosságát is hangsúlyozta. Ilyenkor egészen közel karácsonyhoz, hiszen pontosan egy hét múlva már a családok meghitten ünnepelnek a karácsonyfa körül, vagy éppen a templomból indulunk haza. Amikor az angyal szó eképpen hangzik, örömöt hozok ti néktek, megszületett a megváltó. Ez az öröm mindnyájunk öröme. És ma, amikor a hit és a remény lángjai után az öröm gyúl fel, akkor az öröm kapcsán leginkább mi másra gondolhatnánk, mint a játékra, természetesen a játékra. Mindnyájan voltunk gyermekek, és talán gyermekkorunk áldott békés karácsonyai úgy teltek, hogy végre szenteltek időt a szülők a gyermekeknek, együtt tudtunk játszani jókat, igazi társas játékokat, nem digitálisat. Ilyenkor az öröm valóságos, személyes öröm volt, hiszen a játék örömének nem csupán az volt a lényege, sőt egyáltalán nem az, hogy győzzek, hanem hogy együtt játszunk. Mert itt valóban a részvétel volt a fontos, nem a győzelem. És mindnyájunk öröme teljes lehet akkor, amikor önfeledten tudunk játszani, amikor a játéknak az a tétje, hogy jól érezzük magunkat. A város is ebben elől jár. Éppen mögöttünk pár méterre épül egy játszótér. Mindenki öröme az, amikor a gyermekek békességgel, mindenféle biztonsággal tudnak játszani. Önfelett módon talán mi is bekapcsolódunk szívesen ebbe a játékba. És ennél már csak az lehet nagyobb öröm, amikor megszületik egy élet. És karácsony valóban az élet születésének a csodája. Nem is akármilyen csoda, a világ megváltó születésének a csodája.
ő itt van közöttünk, játszhatunk vele. De mégis a kisded kedvessége mellett vegyük észre, hogy ő a világ megváltója is egyben. Ő az, aki bűneinket elvette, és a kereszten felszegezte, hogy mi Isten gyermekei maradhassunk. Olyan gyermekek, akik örömmel játszanak, és a játék öröme legyen az akár társas, vagy éppen hangszeres játék öröme, az mindenkit szeretettel és boldogsággal tölt el. Ez az öröm el nem múljék, Krisztus világossága ragyogjék. Áldott adventet, áldott karácsonyt kívánok. A színpadi köszöntők után Mezei Zsolt alpolgármester és Termecki András lelkész közösen gyújtották meg Dunajváros adventi koszorúján a harmadik gyertyát, az öröm gyertyáját. Ünnepi dallamok, szép visszatekintés, múlt idézés és egy valódi zenei élmény. Adventi koncertre készült a Dunajvárosi Vegyeskar. Az evangélikus templomban szervezett eseményen a koncerten túl egy multidéző tárlat is várta a látogatókat, amely a kórus elmúlt 70 évét foglalta össze és mutatta be. Rendhagyó módon a Dunajvárosi Vegyeskar legutóbbi programjáról szóló összefoglalónkat kezdésként most nem a zenei oldalról közelítjük meg. A közösség adventi koncertre várta az érdeklődőket, ám mielőtt rátérnénk az evangélikus templomban felcsendült dallamokra, beszéljünk arról a tárlatról, amelyet szintén láthattak a vendégek. Ácsné Tóth Erika elnök arról számolt be, hogy készítettek egy tartalmas összeállítást, emlékeket, képeket gyűjtöttek össze, amelyek bemutatták a kórus elmúlt 70 esztendejét. A közösség ugyanis több évtizedes és sikeres múltra tekint vissza. Ez a múlt pedig meghatározta, hogy már a Dunajváros egyik legaktívabb és legszeretettebb kulturális csapatává váltak. Végre valahára 2 éves kemény munka után megszületett ez a kiállítás, hiszen nagyon, azért nehéz 70 évet összefoglalni, hogy minden lényeges lépésünk, élményünk megvalósuljon, vagy megmutassuk a közönségnek. És hát a kiállításról még azon kívül, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy az énekkaros tagoknak a munkáját dicséri, tehát ők szedték össze a képeket, ők írták a szövegeket, és így lett megszerkesztve ez a kiállítás. A kórus jó szívvel gondol vissza egy-egy fellépésre, az elmúlt évek vezetőire, karnagyaira, de emléket állítanak a külföldi fellépéseknek, kirándulásoknak is. Ebből ugyan több volt a múltban, de ki tudja, hogy mit tartogat a jövő. 10 tabló készült most el a 70 évről, és a kezdetektől, tehát amikor egyesült a férfi kórus, meg a pedagógus kórus, és végig kíséri a 70 évünket a karnagyainkról, az utazásainkról, a mostani kétkarnagyos működésünkről, a New York-i élményeinkről, a kórustáborokról, tehát minden benne van, ami mi vagyunk. Rátérve a koncert jellegére, Könyves Ágnes karnagy tolmácsolásában ismerhettük meg a zenei repertoárt. Immáron másodjára egészítette ki a műsort a templom orgonája, és Barát Bálintot is hallhatták a vendégek. Kuruc Gergely és Könyves Ágnes különleges adventi műsort állított össze, amelyben több közkedvelt műfaj és zenemű is helyet kapott. Az advent valóban egy nagyon fontos ünnep számunkra. Hosszú-hosszú évek óta adventkor mindig énekelünk. Ugye az idei helyszínünk az evangélikus templom, nagyon szeretünk itt énekelni, és különlegesség, hogy az új orgonával most már másodszor muzsikálunk együtt, Barát Bálint művésztársunkkal egyetemben. A műsorunk az szintén nagyon izgalmas, mert az első felében a kapella műveket éneklünk, és természetesen Kodály adventi énekével kezdődik a koncert, ahogy már réges-régóta ez hagyomány a Vegyeskarnál. Énekelünk Bárdost, Brucknert, Szokolait. Szerintem most egy kicsit a kedvencünk a Faltusznak az Ave Máriája. Faltusz egy kortárs zeneszerző, akitől úgy kértük el ezt a művet, és volt egy ős bemutatója a régi katolikus templomban három éve, már nem emlékszem pontosan, akkor mutattuk be először, és most már egy nagyon érett műként fog felcsendülni. És hát persze lesznek különleges koreográfiák is, mert hát nem is élennék, hogyha nem találnék ki valami furcsaságot, vagy különlegességet. Én azt gondolom, hogy a közönséget nagyon bevonva, nagy-nagy szeretettel készültünk erre a hangversenyre,
és azt érzem a kórusban, hogy teljesen a helyén van, minden érzékszervével, idegszálával, tudásával fogja prezentálni ezeket a csodálatos kórusműveket, és azt hiszem, hogy a közönségben igen erős érzelmeket fogunk kiváltani. A zenei élmény tehát egy vizuális történetmeséléssel is kiegészült a Dunaversi Vegyes Kar legutóbbi fellépésén. A közösség idén is meg annyi jól sikerült koncertet bonyolított le. Sok sikert és minden jót kívánunk a jövőt illetően is. Egy érdekes eseményről számolt be december hónap műtárgya az Intercize Múzeum havi rendszerességű sorozatában. Már ebből a mondatból is érezhető, hogy nem kifejezetten egy tárgyról lesz szó,
Hodik Mónika történész-muzeológus Maximenko elvtárs látogatását idézte fel. December hónap műtárgya Maximenko brigád látogatását idézte fel. Na de kiről kapta a mai liget köz az egykori nevét, ki is volt Maximenko? Maximenko egy szovjet kőműves volt, akiről akkoriban egy munkamódszert neveztek el, hogy népszerűsítsék az új szovjet gyorsfalazási technikát. 1950-ben elküldték hazánkba a Maximenko brigád 4 tagját. A 6-7-es itt tartózkodás célja az volt, hogy bemutassák az itteni munkásoknak, hogyan tudnak ezzel a módszerrel jobb eredményeket elérni. A módszer több dolog pontos helyét és módját is bemutatta. Nem csak a falazásról vagy a tégla rakásról volt szó, hanem az alapanyagok elhelyezéséről, a munkások helyéről, mozgásáról az építkezésen, illetve arról is, hogy ki milyen munkafolyamatokat kell végezzen a hatékonyság érdekében. Ezt az emléket Hodik Mónika történész tolmácsolásában ismerhettük meg. Hónap műtárgya most nem műtárgy, hanem egy gyorsfalazási technikáról van szó, arról mesélek. Ez egy sztahanovista munkamódszer, a Maximenko-féle szalagmunka. Két tárgy található itt a kiállításunkban. Az egyik egy falazókanál, ami ehhez a munkamódszerhez köthető. Maximenkóról annyit kell tudni, ugye őróla nevezték el ezt a technikát, ő egy szovjet sztahanovista kőműves volt, és az ő nevéhez köthető ez az újfajta gyorsfalazási technika. És ugye népszerűsíteni szerették volna ezt az újfajta módszert, ezért ugye a Szovjetunióból hazánkba küldtek egy küldöttséget, akik ugye bemutatták ezt a munkamódszert. Romanov mérnök volt az egyik ebből a Maximenko féle brigádból, aztán eljött ugye maga a névadó is Maximenko, Kobai Zujev köművesek, és ugye ők mutatták meg nem csak Dunapentelén, hanem Csepelen is ezt az újfajta munkamódszert. Ugye úgy voltak vele, hogyha itt helyben mutatják meg, akkor jobban át tudják adni ezt az újfajta technikát. Ugye itt ugye a falazás, tehát ugye a szakmunkás és a segédmunkás szerepe, ugye, hogy hogy osztják be a munkát, az volt itt tulajdonképpen ennek a munkának a lényeg, ennek az újfajta technikának a lényege, hogy amit lehetett, azt a segédmunkással végeztették, és ami kifejezetten szakmunka volt, azt csinálta ugye a köműves, így nagyon sok időt tudtak felszabadítani, és sokkal termelékenyebb volt a munka. Tehát amit csak lehetett, azt ugye mindent szakmunkás, segédmunkás csinált, és ugye 1950 őszén volt ez a látogatás, akkor jött a 4-tagú brigád ide hazánkba, és először Csepelen, aztán pedig Dunapentelén mutatták be. Maga az apropó az ugye az volt a megíráshoz, a cikk megírásához, hogy egy utca is régebben el volt nevezve Maximenkóról, pontosabban egy köz, ez volt a Maximenko köz, 1952-ben már az első névadáskor már ez az utca már az ő nevét kapta, egészen 1992-ig így hívták az utcát, aztán ugye a rendszerváltáskor megváltoztatták, és most már Ligetköznek hívják, ugye, illetve ugye a múzeum gyűjteményében a helytörténeti gyűjtemény is tartalmaz két olyan eszközt, ami a Maximenko féle gyors falazáshoz köthető, és ugye itt mondtam azt, hogy a szakmunka és a segédmunka megosztásáról szólt, hogy hogyan tudják termelékenyé, minél jobban, minél nagyobb hatékonysággal megcsinálni ezt a falazást, fölépíteni ugye a házakat, ahhoz újfajta eszközök is szükségeltettek, és ugye Maximenko nevéhez többféle eszköz újítás kapcsolódik. Egy ilyen például ez a falazókanál, ez a Maximenko féle falazókanál, aminek az az érdekessége, hogy nem csak a haborcsot tudta vele elhúzni, ugye a köműves, hanem tudta vele vágni is, tehát felezni akár, vagy tehát formázni a téglát, és itt van még a gyűjteményben egy habarcsterítő, ami szintén az ő nevéhez köthető, ez egy újítás, sokkal több habarcs fél bele, és jobban el tudták egyengetni a téglasoron. Aztán volt még több ilyen újítás, és abból nekünk tárgyunk nincs a helytörténeti gyűjteményben, de ilyen volt például ilyen újítás, egy a habarcs, kétnyílásos habarcsbunker, vagy pedig a habarcstalicska, ami szintén nagy újítás, vagy például a Maximenko féle állványzat, ami szintén termelékenyebbé tette a munkát. És még az is fontos, ugye, hogy nem csak a
ezek az eszközök kellettek ahhoz, hogy jól haladjon a munka és a munkamegosztás, hogy ugye mindenki tudja a Maximálkóféle szalagmunkában, hogy kinek hol a helye, és hogy ki hol álljon, hova adja, mit adjon, tehát hogy ez egy ilyen szalag folyamatos munka, hanem az is, hogy megfelelő munkahelyet kellett teremteni, tehát hogy a téglák ott legyenek, a mindenféle eszköz pontosan ott azon a helyen, ahol kellett, és hogy mindenki egy dologért dolgozott, és hogy mindenki tudta mondani, hogy hol van a helye az építkezésen. És a megfelelő anyagellátás is nagyon fontos volt, hogy mindig ott legyen a megfelelő számú tégla, és ugye az építés vezetőségeknek is fontos volt, hogy mindent biztosítsanak a munkások számára. Tehát a munkások nagyon fontosak voltak, hogy legyen alapanyag, és ugye a beosztás, hogy ugye ki hogyan csinálja. Csoportokba állították a munkásokat, három fős csoportok voltak, két-három ilyen csoportból állt össze egy nagyobb csapat, és akkor abból lett nagyobb csapatból pedig összeállt egy falazó brigád, amelyik pedig az egész munkát átlátta, és ők csináltak mindent tulajdonképpen. A látogatás az akkori beszámolók alapján úgy tűnik jól sikerült, olyannyira, hogy évekkel később is így, vagy ehhez hasonló módon dolgoztak a munkások. Átvették a módszert, nyilván nem minden hol tudták, mert nem mindenhol biztosították számukra pont, amit mondtam, a megfelelő számú téglát, vagy pedig azt, hogy hova tudják lepakolni, hogy hogyan tudják magát ezt az egészet megcsinálni, mert ez ugye egy szervezés előzte meg. Például a munkanapot mindig azzal kezdték, hogy átbeszélték, hogy mi legyen, hogy legyen. Tehát ez egy ilyen hatékony munka volt, tehát tulajdonképpen mindenféleképpen a hatékonyság volt a lényege. Ugye voltak köművesek, jó köművesek régebben is, csak az, hogy hogyan szervezték össze a munkát, ez is volt a Maximálkóféle szalagmunka lényege, hogy mindenkinek megvolt a maga helye, mindenki tudta a dolgát, a köműves csak azt csinálta, ami az ő dolga volt, és amit meg tudott segédmunkás is csinálni, azt pedig a segédmunkással csináltatták meg. Hodik Mónika egyébként az Intercize Múzeum hivatalos oldalán egy részletes cikket is írt a témában, amely bemutatta mindazon dolgokat, amelyről szó volt ebben az összeállításban. Aki látott már építkezést, néhány dolgon igazán elmosolyodhat, no de a cikket viszont mindenkinek szívvel ajánljuk. December 15-én mutatták be a Bartók Kamara Színházban Berg Judit, a Rumínia Tükörszigeten című alkotását Garajszky Margit rendezésében. Stábunk a darab fotós főpróbájára kapott meghívást, és az azóta eltelt bemutatók hatalmas sikert arattak a látogatók körében. Nagy reményeket fűztek a Rumínia Tükörszigeten című előadáshoz a Bartók Színházban. Korábban már készítettünk ezzel kapcsolatban egy összeállítást, akkor az alkotás olvasó próbáján beszélt Berg Judit író, Garajszky Margit rendező és Péter János zenész a Förkin zenekar részéről, a munkafolyamatokról. Azóta már be is mutatták a Ruminit hatalmas sikerrel. A közelmúltban a családi musical premier előtti fotós főpróba alkalmával beszéltünk újra rendezővel, Garajszky Margittal. Ez a 6 hét rengeteg sok munkával telt. Ugye mivel egy két felvonásos zenés darabról van szó, ahova ráadásul most íródott a zene, tehát nem egy kész zenei anyaggal indult, vagy nem egy teljesen kész zenei anyaggal indultunk neki ennek a próba folyamatnak, hiszen a zenék folyamatosan fejlődtek velünk, új felvételek készültek, kicsit áthangszerelésre kerültek, nagyon hozzá lettek igazítva az előadás igényeihez, és ilyen szempontból ez egy ős bemutató lesz, ezért nagyon-nagyon sok dolgunk volt, hogy minden meg tudjon időre születni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas próba folyamaton is vagyunk túl, hiszen maga a történet rendkívül érdekes, nagyon sok rétege van. Ezen felül egy szórakoztató, humoros, mégis mélységekkel teli előadásról van szó, és az, hogy ezt a sokféle színt, azt a rengeteg karaktert, ami előfordul megjelenik ebben az előadásban, hogy ezeknek megtaláljuk a saját hangját, megtaláljuk a jeleneteit, hogy megszülessen az előadás íve, és hogy ezt meg tudjuk támogatni fénnyel, hanggal, koreográfiával, látvánnyal, ahhoz nagyon sokat kellett dolgoznia minden alkotónak. A kiindulási alap az egy a Rumini Tükörszigete meseregény volt, és még a próba folyamat előtt elkészült a színpadi adaptáció, tehát megvolt a szövegkönyv, a díszlet,
terve, illetve a gyártása is elkezdődött, és a zenék, a dalok is megszülettek, illetve egy-két zenei motívum, de hát azért közben ugye a színház az egy organikusan fejlődő folyamat, ahogy eljutunk az olvasópróbától egészen a bemutatóig, rengeteg ember vesz részt benne, nagyon sok ember alkotó munkája van benne, és egymásra hatással vagyunk, inspiráljuk egymást, és szépen fejlődik. Egyre magasabb szintre jutunk el az előkészítése folyamán. A rendező számára sokat jelentett, hogy Berg Judit, az eredeti mű írója is részt vett a munkafolyamatokban, jelen volt egy-egy mérföldkőnél. A családi musical jelleg pedig hű a nevéhez. Kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a Ruminit a színpadon is. Nagyon örülök annak, hogy Berg Judit, ugye az eredeti meseregény szerzőnője eljött, megnézte az előadást, és hogy nagyon, nagyon elégedett volt. Mert úgy érezte, hogy azok a karakterek, akik de vannak a Rumini tükörszigetben, azok a színpadon is megszületnek. Ez fontos volt a számomra, hogy hűek maradjunk az eredeti Rumini világhoz, és amit csak tudunk, azt átmentsünk a színpadra. Nyilván a színpad nem enged meg nekünk olyan gazdag történetet, mint ami az eredeti meseregényben van, de egy nagyon szép letisztult ívvel végig tudjuk vezetni a nézőket ezen a történeten. És aminek külön örülök, hogy a Rumini sorozatból azt gondolom, hogy ez a legfilozofikusabb rész, és hogy a felnőtt nézők is megtalálják a gondolatokat, a mélységet, a kérdéseket, ami miatt érdemes eljönniük. Tehát, hogy ez tényleg a szó legjobb értelmében egy családi musical, kicsik és nagyok számára is élvezhető, igényes, nagyon frappáns, vicces, jó zenével felszerelt, nagyon látványos előadás lett. A Rumini a Tükörszigeten című darab premierje december 15-én volt, ezt követően játszották a színházban december 19-én is. Aki viszont nem látta, a tervek szerint december 27-én még megtekintheti. A jegyekről és minden további programról a színház hivatalos oldalán tájékozódhatnak a leendő látogatók. Karácsony előtt sem hagyták programok nélkül az Intercize Múzeumban dolgozó szakemberek a látogatókat. Az intézményben adventi, családi délután szerveztek, a vendégek pedig egy-egy érdekes foglalkozáson vehettek részt a kialakított állomásokon. Ahogy azt már megszokhattuk, ismét érdekes programokkal készültek a családoknak az Intercize Múzeum munkatársai. Az adventi készülődés jegyében családi délutánra várták a látogatókat, amely keretében kézműves programokkal, a múzeum földszintjén gyertyamártással. Az első emeleten karácsonyfa díszek, képeslapok, dekorációk készítésével vártak kicsiket és nagyobbakat egyaránt. A délután folyamán folyamatosan érkeztek a látogatók, a programról pedig Buza Andrea régész muzeológussal beszélgettünk. Igen, ugye ez a hagyományos adventi játszóházunk a karácsony előtti hétvégén, és hát természetesen karácsonyhoz kapcsolódó foglalkozásokkal készültünk a gyerekeknek. Lehet karácsonyi képeslapot csinálni, karácsonyi hűtőmágnest, karácsonyfadíszt, mécses tartót, angyalkát, és hát az elmaradhatatlan gyertyamártás is a program része természetesen. Úgyhogy minden olyannal, amit később esetleg ajándéknak adhatnak, vagy csak díszíthetik velük a lakást így karácsony előtt, vagy karácsonyra. A múzeumban több látogató is száradó gyertyaszárakkal a kezében tekintette meg a kiállításokat, vagy látogatott meg egy-egy kialakított állomást. Dr. Keszi Tamás közreműködésével ők gyertyát készítettek, amely látva az érdeklődést az egyik legnépszerűbb foglalkozás volt. Annyira nem különleges, de azért mégis kellenek hozzávalók. Tehát mi paraffinpasztillával készítjük, ugye nem szabad összetéveszteni a gyertyaöntéssel, azt talán többen csinálják otthon. Gyertyamártás, ugye itt van kanóc, ezt sokáig kell mártogatni, hűteni, mártogatni, míg elég vastag lesz a gyertya, és hát utána még itt ki is díszíthetik. Tehát rengetegféle díszünk van, viasz, kis gyöngyöcskék, kis viaszlapocskák, matrica, amivel egyedivé tehetik a gyertyáikat. Nem ez volt az első, ám idén már bizonyára az utolsó családi délután a múzeumban. Buza Andrea szerint az idei foglalkozások jól sikerültek, reményeik szerint pedig minden látogató megtalálta a számításait az intézményben.
Hát én bízom benne, hogy sikerült kielégíteni a látogatók igényeit. Ugye az év elején ott nem jöhettek látogatók, de aztán amikor már elkezdődtek a programok, akkor teljesen népszerű, tehát a múzeumok éjszakája, az őszi családi nap és most az adventi foglalkozás, azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, és úgy veszük észre, hogy ugye volt a Covid után egy ilyen kevésbé érdekelte az embereket a múzeum, vagy kevésbé mozdultak ki, most ez visszatért, hál' Istennek, már is egyre több vendégünk van. Idén tehát utoljára volt nagy családi rendezvény a múzeumban. Az elmúlt esztendő sikereit és nehézségeit felidézte Farkas Lajos igazgató is. A vele készült évértékelő összeállításunkat a közeljövőben hallhatják az érdeklődők. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Jövő héten pedig egy új összeállítással jelentkezünk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.